Parkológéppel dolgoznak a Szórád Márton utcában, miután csőtörésről érkezett bejelentés december 30-án a 30-36-os szám alatti házakból. A káreset mindegy 52 lakást érintett. A Latinovics utca 9-es számban lévő közmű alagútba folyt be a víz, ott valaki észlelte és jelezte a DVCH felé. A szivattyúzást rövid időn belül megkezdték a DVCH munkatársa, és egy óra alatt meg tudták szüntetni a szivárgást. A feltárás után a vezetéket 31-én állították helyre, a munkálatok január 2-án folytatódtak. A szigetelést a gödör visszatemetése követte, a nap végére már a betonburkolat is elkészült. Az ideglenes javítás megtörtént, a DVCH ígérte, hogy a teljes hozban kicserélik, de a fűtés szezon befejezése után ez a cső kizárólag a Szórád Márton 38 hőközpontjának a fűtéscső vezetéke volt, tehát csak a 38-as lépcsőháza lakói voltak kikapcsolva ideglenes jelleggel. Az aszfaltozás jövő hét elejére várható, addig a javítási munkálatok miatt 2 parkolóhely nem használható.